Jó estét kívánok, köszöntöm a közügy nézőit. Valamikor 2018 áprilisában jelentették be a Hunép ZRT-nél, hogy generációváltás lesz a cég vezetésében. Az akkori vezérigazgató Szűcs Gyula bemutatta utódját is. A 2019-es évben már az új vezetéssel működött az építőipari cég, melynek munkáját többek között olyan projektek fémjelzik, mint az új nagyerdei strand építése. A Hunép ZRT új vezérigazgatója Bakos Miklós a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! No hát itt ugye komoly örökségről beszélhetünk, Szűcs Gyula után beülni egy ilyen cég vezérigazgatói székébe, ami önmagában is egy komoly kihívás lehet, hát még így, hogy tudjuk, hogy milyen az előd munkája. Ennek tekintetében mit mondana az elmúlt év? Ugye 2019 volt az első teljes év, amikor a céget vezette, hogy sikerült? Így van, 2019. januárjától vagyok a cég vezérigazgatója. Nagy kihívás volt. Ahogyan mondta, mind a személy szempontból, mind a Hunép tekintetében. A Hunép ZRT ma Magyarországon, de Kelet-Magyarországon mindenképpen a legmeghatározóbb vállalat, és nagyon komoly teljesítményt mutatott fel az elmúlt 30 évben. Ennek fényében egy komoly kihívás volt. Viszont az előkészületek azok nem 2019-ben kezdődtek, hanem az előző évben már a cég vezérkarával, akkori vezetésével, közös munkával az év során gyakorlatilag átvilágítottuk a Hunép jelenlegi működését, akkori működését, és azokat a döntéseket, azokat a szükséges változtatásokat, amelyeket egyébként a kor előrehaladása, a technikai fejlődések, az informatika fejlődése megkövetel, azokat meghatároztuk, és a 19-es évet azt már ebben az új szervezeti felállásban azt mondhatom, hogy egy finomra hangolt szervezettel tudtuk elindítani. Tehát a felkészülés az ilyen értelemben egy elég hosszú időszakot ölelt fel, így azt mutatja a tavalyi év eredménye, teljesítménye, hogy jól felkészülten indultunk neki a tavalyi évnek. Ezzel együtt egy nagyon komoly és rengeteg kihívásra tűzdelt, tarkított évet tudhatunk magunk mögött 2019 tekintetében. Sikerült belerázódni a szerepkörbe, mert azért gondolom, hogy nem lehet könnyű egy vezérigazgatói széket elfoglalni hirtelen. Ez valóban így van. Tehát ez nem könnyű, ráadásul a feladataink sem voltak egyszerűek a tavalyi évben. 5 átadásunk volt, ami önmagában is egy komoly szám, de ha azt nézzük, hogy ezek komoly feladatok és meghatározó projektek voltak mind a mi és mind a megrendelőink tekintetében, akkor pláne azt kell mondjam, hogy komoly és kemény évet tudunk magunk mögött. Mi alapján értékel egyébként egy lezárult évet? Tehát mondjuk pont éppen az alapján, hogy hány épületet tudtak átadni, vagy éppen az alapján, hogy hogyan alakult a cégbevétel, milyen szempontok alapján értékel, és mondjuk ezek alapján, a szempontok alapján milyen volt a 2019-es év? Ugye több szempontból kell és szoktuk is értékelni. Az év indításunk az arról szól, hogy egy nagyon precíz, pontos gazdasági tervet készítünk az év vonatkozásában. Nyilván ezt megalapozza az előző év áthúzódó szerződéses állománya, meghatározzák azok a tervezett munkák, projektek, amelyeket már látunk pályázhatóak, és hát van egy szabad kapacitás, amivel terveznünk kell a bevételi oldal tekintetébe. A költségi oldal tekintetében szintén nagyon részletesen több száz vagy akár ezer soron vizsgáljuk azt, hogy az adott évben milyen kiadásaink lesznek. Ugye ez egy gazdasági terv, ennek pozitívnak kell lenni, a tulajdonosi kör elvárásait ki kell szolgálnia. Ez az alapvető, ez az elsődleges, hiszen egy gazdasági szervezetnek eredményesen kell működnie, akkor tud évről évre előrelépni. Emellett viszont nagyon fontos, és a tavalyi évben a mi legfontosabb feladatunk volt emellett, hogy a meglévő megrendelőinket és az esetleges új partnereinket is úgy szolgáljuk ki olyan minőségben, olyan precizitással, határidőre, mint ahogy azt az elődeink által vezetett Hunép ZRT tette. Mondhatom azt, hogy ez a gazdasági szempontok is fontosabb, hiszen egy ilyen folytonosság, egy ilyen felépített megítélés, egy ilyen elismertség,
azt egyszer lehet lerombolni, aztán nagyon nehéz újraépíteni, és nagyon hosszú időt igényel. Úgyhogy a tavalyi évnek a legfontosabb kihívása ez volt, illetve nyilván fel kellett készülnünk arra, hogy a 2020-as évet is el tudjuk kezdeni, legyen szerződéses állományunk, legyen olyan bázisunk, amelyre alapozva indíthatjuk a idei évünket. Azt gondolom, hogyha mondjuk még maradva a 2019-es évnél a megrendelők elégedettségéről beszélünk, akkor nekem hirtelen az ugrik be, hogy a Debreceni Nemzetközi Iskolát például 2019-ben adták át. Azt én, ahogy hallottam, legalábbis arról szuperlatívuszokban beszéltek, hogy milyen klassz épület lett, pedig gondolom, hogy az sem volt egy egyszerű dolog azt megvalósítani, ismerve Bordás Péternek a terveit ugye most már Debrecenben. Igen, jól látja, mi is így láttuk. Nagy kihívás volt, egy komoly feladat. Rövid idő állt rendelkezésünkre az épület befejezésére, megépítésére, és valóban nem volt egyszerű az épület műszaki tekintetben sem. Maga az alaprajz kialakítása, a homlokzat kialakítása, ezek mind egyediek, és nem egy standard épület, amely jelentősen megbonyolítja a kivitelezők feladatát, munkáját. Ezzel együtt én nagyon pozitívan gondolok vissza a Nemzetközi Iskolára. Nagyon nagy feladat volt, és rengeteg munkát adott nekünk, rengeteg feladatot a kollégáimmal. Határidő sem volt olyan nagyon kényelmes. Határidő sem volt nagyon bőséges, büszke vagyok arra a munkára, amit ők végeztek, hiszen ez egy olyan referenciája a cégünknek, amely az országban elsőként megvalósuló ilyen jellegű intézmény, egy teljesen új oktatási koncepciót tartalmaz, és mi ennek részesei lehettünk. Az a környezet, ahová ez az épület épült, az szintén emeli ennek a fényét, úgyhogy azt gondolom, hogy pozitívan emlékszem vissza rá, de valóban nem volt egyszerű feladat, és rengeteg munkát adott nekünk. Volt még nagyságrendben ehhez hasonló elmúlt évi projektjük, amit mondjuk ki lehet emelni ebben az ötben például? És ugye, ahogy tudom, nem csak Debrecenben, nyilván az ország más területein is vannak. Ez az öt projekt, amit említettem, ez volt mondjuk a legnagyobbak közé sorolható projektek, és ennek a következő fázisa, a következő átadott épületünk az nem is Debrecenben volt. Dunaújvárosban uszodát újítottunk fel, konzorciumi partnerünkkel, a HC Építő Kft-vel. Ugye ez a földrajzi távolság is egy komoly kihívás, de egy felújítási munka az mindig rengeteg váratlan szituációt okoz, és hát ezeket meg kell tudni oldani. Itt is nagyon rövid határidő volt, ez ma miért sokszor előfordul. Miért van ez ma egyébként? Ez egy külön kérdés, megérdemel, persze folytasson nyugodtan. Igen, erre talán a megrendelők tudnának magyarázatot adni, de rendre jellemző ez. Itt 9 hónap alatt kellett ezt a 2 milliárd fölötti felújítási munkát befejezni, amely sikeres lett, átadásra került. Épp a minap kaptam értesítést arról, hogy ez a tavaly átadott létesítmény FINA minősítést kapott. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy a medencét sikerült olyan pontossággal építeni, itt milliméterekről volt szó egyébként, amely a FINA szabványainak, előírásainak megfelelt, és ma megkapta ezt a minősítést. Ez egy Debrecentől távol lévő feladat, de a tavalyi évben sikerült szépen teljesítenünk. Debrecenben is voltak természetesen még a Nemzetközi Iskolán túl is átadott projektjeink. A teniszközpont a Debreceni Egyetem megbízásában valósult meg. Konzorciumban építettük a Globál Sport Kft-vel. Speciális épületnek mondanám, hiszen az a pálya burkolat, ami itt készült, az világszintű minőséget képvisel, világversenyeket játszanak ezen a típusú burkolaton. Úgyhogy ha az épület maga az egyéb adottságai miatt nem is alkalmas arra, hogy ilyen világversenyt rendezzenek ezen a pályán, ezeken a pályákon, de arra mindenképpen alkalmas, hogy az itt teniszező, felkészülő versenyzők azok tudják, érezzék azt, hogy milyen egy ilyen borítású pályán teniszezni. Úgyhogy ez is egy jó referenciánk, egy komoly kihívás, új technológiákat kellett alkalmaznunk ennél az épületnél. És hát az ipar területén is volt átadott projektünk, ez már az új menedzsment által tavaly évben pályázott, nyert projekt átadása.
Transped Kft. Részére építettünk ipari csarnokot. Én bízok benne, hogy megelégedéssel használják, és jelen pillanatban egy következő ütemben még a befejező munkáit végezzük az épületnek. Úgyhogy volt feladata tavaly évben. Ilyen sok profilú egyébként a Hunép? Tehát nem tudom, van olyan épület, amit nem tudnak felépíteni, vagy amire azt mondja, hogy nem pályáznak, mert ez nem a mi profilunk, vagy mi alapján szelektálnak? Hát azt gondolom, hogy van az a nagyságrend, amit nem tudunk, vagy nem szeretnénk, és nem vágunk bele, mert az esetleg nekünk nagy lehet. De ma Magyarországon nincs, azt gondolom, olyan épület típus, amit ne tudnánk megépíteni. Ezt talán szerénytelenség nélkül mondhatom. Ehhez megvan a megfelelő gazdasági és műszaki hátterünk. Az elmúlt évben egyébként célkitűzésünk volt, és egy új irány, hogy az ipar a magánmegrendelők irányába is bővítsünk. És ennek az első projektelemei az előbb említett csarnok mellett a Continental ipari csarnokának a befejező munkái, amelyet a tavalyiben megnyertünk, és az idejében fog átadásra kerülni. Itt több mint 12 ezer négyzetméteren dolgozunk befejező munkákat egy külföldi megrendelőnek. Folyamatos tervezés mellett ezek új kihívások, ezek más jellegű nehezítő körülmények, mint a eddig megszokott projektjeinknél, de azt gondolom, hogy nem kikerülhető ez. Ma Debrecent egy olyan gazdasági spirál érte el és jellemzi a mindennapjainkat, amelyet ki kell használni minden itt dolgozó gazdasági társaságnak. Mi is azt gondoljuk, hogy ebben meg kell találjuk a helyünket, és próbálkozunk itt a mi nagyságrendünknek megfelelő projekteket nyerni, pályázni, nyerni, és majd a megvalósítani. Én ezt akartam mondani, végül is ez kézenfekvőnek tűnik, tehát ha valami, akkor ez az a szekciója most az építőiparnak, ami abszolút felfutóban van Debrecenben, sorra érkeznek a külföldi cégek, ugye különböző beruházásokkal, ez aztán egy olyan piac, ahová tényleg érdemes betörni. Meg gondolom, hogy itt a BMW-nél nem állunk meg, fognak jönni majd még az alvállalkozók bőven, lesz mit építeni. Hát az ő gyártási technológiájukat kiszolgálandó rengeteg olyan vállalkozás fog itt megjelenni, amelynek már érezzük a érdeklődését, ezek már eljutnak hozzánk, tehát van rengeteg ajánlat, amelyet ezeknek a vállalatoknak készítünk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy komoly lehetőség számunkra is, élni szeretnénk vele, és dolgozunk ezen. Na, beszéljünk akkor a folyamatban lévő projektekről, már csak azért is, mert itt van egy nagyon izgalmas, ami a nézőket biztosan nagyon érdekli, az pedig maga az új strand a Nagyerdőn. Hát itt ugye megint Bordás Péter a tervező. Igen. Aki az első szerintem, aki nem horizontálisan, hanem vertikálisan épít strandot, mert gyakorlatilag ugye fölfelé épül a Nagyerdei strand. Ez mennyire különleges kihívás önöknek? Különleges a szerkezet vonatkozásában mindenképpen. Ez nem volt jellemző az eddigi ilyen jellegű vizes létesítményeink kapcsán, tehát ez egy nagyon komoly szerkezetépítési feladat, munka. A vizes technológiákat tekintve pedig hát azt mondhatom, hogy már ebben nagyobb ebben rutinnal rendelkezünk, és ezeket a feladatokat nem először építjük meg. De összességében a részletkérdések tekintetében a szerkezetre épülő üvegfalakat említeném itt, amelyek íves alaprajzot mutatnak, és egyedi gyártásban készülnek. Ezeket úgy kell elhelyezni, hogy egy teljesen sík felületet adjon. Tehát ez azért állít komoly kihívásokat számunkra. Igen, közben nézők láthatják, és a látványterveket mutatjuk menet közben, hogy is néz ki. Itt azért vannak hatalmas távolságok, amiket át kell hidalni, például ugye a központi elemnél. Én nem tudom, laikusként azt gondolnám, hogy ez sem mindegy, hogy milyen technológiával valósítják meg. Ez a bizonyos üvegfelület, amiről beszél, ugye első körben ilyen vízesés hatást akart kelteni. Na, ez például mennyire fog összejönni a végeredményben? Mennyire fogja valóban azt az illúziót kelteni, hogy vízesés van? Hát ezt majd a tavaszi üzempróba során látni fogjuk, de már maga az üvegfal is egy olyan grafikát tartalmaz, ami valahol egy ilyen hasonló hatást vált ki. És hát nyilván az ezen megjelenő vízzel együtt fogja azt a tervező által elképzelt hatást adni, amellyel majd a létesítmény használói tavasszal találkozni fognak.
Nem tudom, hogy visszaemlékszik esetleg arra a pillanatra, amikor először meglátták ezeket a látványterveket, hogy ilyen strandot képzel el Debrecen, hogy mi volt az első reakció, hogy úristen, ez meg mi? Tehát ilyet lehet-e építeni, érdemes-e építeni? Mennyire volt az elrugaszkodott a földtől ez az ötlet? Én úgy gondolom, hogy egyáltalán nem elrugaszkodott. Tehát ha a Bordás Péter által tervezett épületeket említette, akkor nekem ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy kellenek az ilyen épületek. Még akkor is, hogyha sokszor nekünk kivitelezőnek menet közben a megvalósítás során más a véleményünk, mert azért nem egyszerű ezeket megfelelő minőségben jól megépíteni. Ad kihívást az organizáció tekintetében, de kellenek ezek az épületek a világunknak, mert ezek nélkül azt gondolom, hogy kevésbé lenne színes, és mindenképpen úgy gondolom, hogy jobb ezek között élni. Ez a fürdő, ez a strand, ez egy külön produkció, egy külön attrakció, mert ahogyan említette, ilyen jellegű magas építményekkel tűzdelt strand nem nagyon jellemző a világban sem, nem hogy Magyarországon. Úgyhogy én bízok benne, hogy a használói számára is beváltja majd azt a várakozást, mint amit a megbízó, a tervező támasztott ezzel a létesítménnyel szemben. Mi a helyzet a határidővel? Elég közelinek tűnik az a május, amikor át kell adni ezt a strandot, hogy haladnak a munkálatokkal. Rendben lesz? Rendben lesz, rajtunk nem fog múlni, valóban közel van. A tér sem egyszerűsít a helyzetünkön, de azt gondolom, hogy erre azért nem hivatkozhatunk, erre nyilván számítottunk. Úgyhogy ennek megfelelően ütemezetten halad a kivitelezés, és mi nem leszünk akadályai a nyitásnak. Mondjuk egyébként tényleg itt megint laikusként mondom, gondolom, hogy az építőiparban vannak már olyan technológiák, amik abszolút megkönnyítik az önök munkát, és akkor ezért is nyúlhat el akár a téli időszakban egy-egy építkezés. Ilyen szempontból hogy áll a Hunép egyébként? Mennyire sikerül fejleszteni, innoválni az építőipari szakágon belül, eszközökben, megoldásokban? Mennyire tudják felvenni a korkövetelmét? A mai anyagok azok már sokkal inkább alkalmasak, akár a téli, a hidegebb időben történő munkavégzésre, sokkal gyorsabbak a kötési idők, a száradási idők. Tehát ilyen értelemben azért ezek segítenek akár a téli, de a gyorsabb átfutási idők teljesítésében. Viszont emellett nagyon fontos a szervezés, az átgondoltság, az organizáció és hát a hatékony munkamenet. Úgyhogy tavaly évben elindítottunk több olyan folyamatot, ami az informatikát még inkább segítségül hívja ezekbe a folyamatokba. Gondolok itt akár a tervek ellenőrzésére, nyilvántartására, a minőség ellenőrzésre, a helyszíni minőség ellenőrzésre. Erre egy külön szoftvert vásároltunk, gyakorlatilag egy applikációt kell elképzelni, amely tableten vagy mobiltelefonon is működik, abszolút online látják a kollégáink a terveket, ha hibát tapasztalnak, azt fotózni tudják, jelölik, hogy hol van, ki tudják küldeni a kivitelezőknek, ők visszaigazolják ennek a javítását, és ezáltal azt várom, az idejévtől fogjuk ezt igazából alkalmazni, de ettől például azt várom, hogy sokkal hatékonyabban tudunk mondjuk ezen a területen dolgozni. Úgyhogy ez egy nagyon komplex kérdés, hogy hogyan lehet gyorsítani. Mindenképpen segítségül kell hívni az informatikát és ezeket a technológiákat. Gondolom, enélkül nem megy. Gondolom, hogy manapság azért már nem nagyon lehet elképzelni, hogy a szaki a ceruzát a füle mögé dugja, és akkor úgy pipálja mondjuk minőségellenőrzési szempontból az adott listát, ami ki van nyomtatva, akkor ez már a múlt. Tehát ilyen szempontból azt mondhatjuk, hogy tényleg a digitalizáció az bejött az építőiparban. Abszolút bejött. Egyértelműen. Hát a kollégáink nagyon felkészültek, fiatal a stáb, ebben az informatikában abszolút jártasak, és én azt látom, hogy egyébként használják is azokat a programokat, amelyek megkönnyítik a napi munkavégzésüket, akár felmérésben, mennyiségellenőrzésben, számításban, komolyabb táblázatok kezelésében, ez elengedhetetlen. Akkor fogékonyak is ezek szerint ezekre a megoldásokra. Igen, én azt látom. Ha már ott a humán erőforrásról beszélünk, megint megkerülhetetlen kérdés építőiparról lévén szó, hogy mondjuk mennyiségben rendelkezésre áll az az anyag, az az emberanyag, lehet ilyen csúnya szóval mondani, akikre szükség van. Ugye folyamatosan azt halljuk, hogy az építőiparban órási munkaerő hiány van. Mi a helyzet a Hunépnél? Hogy tudják ezt kezelni? Mennyire lehet erre felkészülni? Mik a megoldások arra, hogy tényleg ne legyen ebből akut probléma? Igen, egy elég jó alvállalkozói bázisunk van. Partnerként kezeljük ezeket a vállalkozókat, ezeket a cégeket, amelyekkel nagyon régen dolgozunk együtt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy kölcsönös az együttműködés, oda-vissza kölcsönös
hiszen máshogy nem működhet, csak ilyen üzleteket szabad kötni, ami hosszú távú és egymásra támaszkodnak benne a felek. Úgyhogy nekünk ez egy nagyon fontos bázisunk, de ezzel együtt ez gond, ez ma gond, és erre nagyon komolyan fel kell készülni. Az átfutási időket egyébként a következő időszakban én úgy gondolom a beruházóknak át kell gondolnia, mert ma ez nagyon nagy problémát okoz a hozzánk hasonló cégeknek, nekünk is. Ma még ezt tudjuk kezelni, és azon dolgozunk, hogy a jövőben is megtartsuk ezeket a partneri viszonyokat, és így tudjunk egy megfelelő bázist biztosítani a kérdezéseinkhez. Gondolom, hogy ugye azt a híreket halljuk, hogy a bérek azok egyre jobban emelkednek, de az sem lehet egy folyamat, hogy a végtelenségig béremeléssel próbálják ott tartani az embereket adott esetben, vagy éppen az alvállalkozóknak olyan összeget fizetni, hogy ki tudják fizetni az ő munkásaikat. Nem tudom, hogy létszámban van-e a probléma, hogy tényleg az vagy annyian vannak külföldön. Ilyen szempontból önöknek van-e erre vonatkozó felmérése vagy tájékozottsága? Felmérésünk nincsen, de tapasztalatunk van. Tehát ez abszolút jellemző. Nagyon sokan elmentek külföldre munkát vállalni, dolgozni. Jellemzően 3-5 évig van kint egy-egy csapat vagy személy. Az alatt anyagilag ugye jobb helyzetbe kerülve, picit megerősödve, esetleg ezután hazatér, de ez folyamatosan nagy létszámot jelent, aki külföldön dolgozik. Ez hiányzik a mai magyar építőiparból. Rengeteg a feladat, tehát az elmúlt években feladatok dömpingje látta el a építőipart. Ez is rontott a kapacitás helyzetén. Hát azt gondolom, hogy a lakásépítés pici visszaesése, vagy komolyabb idejévi visszaesése, az valamit javíthat ezen. A lakásépítés az egy nagyon létszámigényes területe az építőiparnak. Én ettől várok valamiféle javulást. De az előbb említett bérek emelkedése az viszont egy nagyon nehéz helyzetet állított elő. Tehát a munkadíjak, a kivitelezés munkadíjai azok oly mértékben emelkedtek, hogy ugye a mi megrendelőink számára ez sokszor egy-egy projekt elindítását már ellehetetleníti. Úgyhogy a következő éveket kíváncsian várom e tekintetben, hogy hogyan tud ez kiegyenlítődni, hiszen ez akkor tud hosszú távon működni, hogyha egyensúlyban van kereslet-kínálat tekintetében. Ma ebben nagyon elmozdultunk, úgyhogy ez jelent problémát a beruházások elindítása tekintetében. Nem tudom, hogy lehet itt egyébként konkrétan mondani olyasmit, hogy 2-3 év alatt megduplázódtak akár a bérek az építőiparban, ekkora boom volt a... Én azt gondolom, ezt mindenképpen ki lehet jelenteni. Igen. Na, ez pedig tényleg nehéz kezelni. Nem sok időnk maradt, egy picit a jövőről beszéljünk. Mit terveznek 2020-ra, illetve akár még tovább mehetünk? Azt tudjuk, és arról be is számoltunk a híradónkban, hogy az egyetemtől például egy újabb megrendelést kaptak, az innovációs ház épületét önök fogják kivitelezni. Egész pontosan beadtuk a pályázatunkat, az összegzés megtörtént, azt készhez kaptuk, és egy szerződéskötési moratórium van most a napokban, és a jövő héten tudunk szerződést aláírni, hogyha minden jól megy, bízok benne egyébként, és számítunk a munkára, ez az innovációs központnak az építése. Szintén egy szép feladat. Szintén Bordás Péter. Szintén Bordás Péter, igen. Bízok benne, hogy egy jó év múlva már arról tudok beszámolni, hogy a projekt sikeresen teljesült. Ezen kívül borászatot fogunk építeni. Ezen a héten írjuk alá a kivitelezési szerződést a Sauska borászat újabb épületének a kivitelezésére. Ez Rátkán fog megvalósulni, Tokajban és Villányban van a Sauskának borászata. Ez a Tokaihoz kapcsolódik, és ennek a kivitelezését fogjuk rövidesen elindítani. Úgyhogy ezekkel együtt gyakorlatilag a 2020-as évünket látjuk. Ez egy nagyon fontos dolog, tehát amikor januárban azt mondhatjuk, hogy látjuk az éves feladat mennyiséget, akkor az azt gondolom, hogy egy nagyon szerencsés helyzet, ehhez kellett az, hogy tavaly is már ezen dolgozzunk, és ezt előkészítsük. Úgyhogy ezt nagyon pozitívnak ítélem meg, emellett pedig hát nyilván a következő időszakban azon fogunk dolgozni, hogy majd a 2021-es évet készítsük elő hasonló módon, illetve ezeket a feladatokat kell megvalósítanunk. Úgyhogy van mire néznünk, szép feladatok, bízok benne, hogy sikeres évet fogunk tudni produkálni. Azért, hogyha megengedi pletyka szinten, arról is szó van itt Debrecenben, hogy esetleg szállodát épít a Hunép, ennek mennyire van alapja, valóság alapja? Ennek van alapja.
a Hunét építheti a C-csoport fejlesztésében készülő szállodát. Erről azt gondolom a következő időszakban hivatalos hírek is meg fognak jelenni. Na akkor erre visszatérünk, talán ezt megígértjük a nézőknek, abszolút, hogy újra felkeressük Önt ez ügyben. Engem, vagy a fejlesztést indító cég vezetőjét, ugye itt a Hunép a cégcsoport fejlesztését kivitelezőként fogja majd megpályázni, és hogyha sikeresen pályázunk, akkor mi Hunép kivitelezőként fogunk részt venni ebben a feladatban. Na hát várjuk a fejleményeket. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, ez volt a közügy mára. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra.